harmadik nap, második éjszakán vagyunk túl, itt a Tespecán a Roberto. Tomi, mi volt az éjszaka? 7 darab halat sikerült fognunk az éjjel, 12 kilós volt a legnagyobb, egy gyönyörű szép nyurgaponty. Szeretném kiemelni, most már ugye 13 darab halnál tartunk eddig, szeretném kiemelni azt, hogy a tónak a nagy halálománya, gyönyörű szép pikkelyes és tő, illetve nyurgapontyokból áll. Nyilván van benne tükörponty is természetesen, de ezeket a halakat szeretném kiemelni, mint a fotósorozatból is majd lehet őket látni, hogy hibátlan és nagyon erős, egészséges halakról van szó. Jó, a taktika az ugyanaz volt, mint ami eddig, vagy picit változtattatok és kivárjátok az eredményt? Hát mi etetjük a bojlit folyamatosan, tehát azért most a elkövetkezendő 2 napban még szeretnénk nyilván nagy halat fogni, ez a cél. Egyre jobban növekszik az egyet súly, tehát ilyen 8-9 kiló alatti hal most már nem is nagyon jön, tehát igazából a 8 kiló feletti halak, amik dominálnak most már. Hát még van 2 éjszaka hátra, ugye? Talán jöhet még valami nagyobb is, hiszen azért van bőven ebből is. Van, mindenféleképpen várjuk a nagyot, ha szerencsénk van, talán még egy 20 pluszost is el tudunk kapni, vár ebbe az 5-6 fokos vízbe, ez már nem egyszerű dolog, de mindenféleképpen megvan az esély rá.